Hölgyeim és uraim, a Pöndöri Táncegyüttesek éves bemutatóin az együttes minden évben számot ad a sikerekről, eredményekről. Sajnos a mai alkalommal számot kell adni a veszteségről is. Műsorunk elején szeretnénk megemlékezni egy számunkra nagyon fontos szeméről, Pöndörös családunk meghatározó tagjáról. Nem volt eddig lehetőségünk, hogy közösen elbúcsúzzunk Donovan Marcitól. Az egyesület, az együttes a mai estét Marcinak ajánlja, remélve, hogy fentről figyel minket, szorít nekünk, és az angyalokkal ő is nézi a műsort. Terveink szerint decemberre elkészül a tiszteletére rendezett műsor, amelyben felelevenítjük táncos és zenés múltját, megragadó személyiségét, tiszta lelkületét. Kérem Önöket egy perces néma csenddel felállva emlékezzünk Marcira. Ha van füled, halt hangtalan beszédem. Mindegy, mi voltam, voltam az, aki. Egy hang voltam a világ énekében, és kár lett volna el nem hangzani. Nagy Zoltán vers részletével és a Pöndöri Fiúkar beköszönő műsor számával emlékezzünk Donovan Marcira. Oh,
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Pöndölyök éves bemutatóján. A tavasszal elmaradt műsort szeretnénk bepótolni, megmutatni önöknek, hogy házunk táján a vírushelyzet ellenére a munka nem állt meg. Online is kitartóan dolgoztunk, és amint lehetségessé vált, aktívan álltunk neki a tavalyi anyag ismétléséhez, hogy újra dobogjanak a csizmák ezen a gyönyörűen felújított színpadon, csendüljön a muzsika, és újra zengjen a lélek. Köszönjük, hogy eljöttek, és a járvány, valamint az ezzel járó nehézségek ellenére érdeklődnek a színház programjai iránt. Kérjük, tartsák be a biztonsági előírásokat, hogy a színház minél tovább nyitva maradhasson mindannyiunk örömére. A fiúkar Kalodaszeg három falujából mutatott be táncokat, Bogár Telke, Inak Telke és György Falva kiváló táncosainak mozdulatait igyekeztek elsajátítani. A táncokat Kéri Zoltán és Ignác Krisztián tanították be és állították színpadra. Őket a legfiatalabbak a Közösségek Házában működő óvodás csoport követte, akik gyermekjátékokat mutattak be. A város valamennyi pontjáról és a környék településeiről idejáró gyerekeket Kész Ildikó és Németh Csilla szeretgeti. Az elkövetkezőkben az ifi és a Nagypöndölyből alakult leánykar Bukovinába repít minket. Bukovinai asszonyok visszaemlékezései alapján született meg a koreográfia, melyben három generáción keresztül követhető nyomon egy asszonyi életút. A gyermekét dajkáló anyák emlékképei beregnek le kis leánykoruktól, fiatal leánságokon át érett asszonyi létükig. A koreográfiát a most is nekünk muzsikáló Sárarany zenekar bukovinai CD-je ihlette. Ezúton is köszönjük nekik ezt a remek kiadványt. A lelkes asszony és lánycsapatot Podpászka játszotta össze. Tanításban és a koreográfia összeállításában segítségére volt Pap Cecília és Kirk Zoltán. Közreműködik Takács Kata. A lányok asszonyok után a pici pöndő csoportunkat láthatják, akik szintén bukovinai táncokat mutatnak be. Egy igazán lelkes, lendületes, vidám társaság verbúválódott össze, és vált érett csapattá az elmúlt évben. A koreográfiájukat készítette Németh Csilla és Kéri Zoltán, a címe Pici mulatság. Thank you.
Hiszen anyám, amit kúgatunk, ezt így
ifi böndölyösök olyan lelkesek, hogy hetente még egy plusz próbát is bevállalnak. Hihetetlen tűz ég bennük, többen közülük a néptáncos szakma felé kacsingatnak. Tavaly évben a Vajdaszentiványi táncrenddel ismerkedtek. Ezen a vidéken a fiúk nem karjukkal forgatják a lányokat, hanem kendővel. A kendőnek a népéletben igen sok jelentése van. Jelen esetben a szerelem összevarázslás eszközeként jelenik meg. A varázslásban fog segíteni Hegedűs Luca cimbalomjátéka. Ezzel a műsorszámmal szeretnénk megemlékezni Tóni Árpi bácsiról, aki Vajdaszentiván kiváló muzsikusa volt, hangszerének virtuóz mestere. Bármilyen helyzetben képes volt muzsikálni, akár megfordította, vagy letakarta a cimbalmat, azon is tudott játszani. A Legyenek ők egy párok című koreográfiát Podpánc Beáta és Kirk Zoltán készítette. Ezután a nyírségbe kalauzolja önöket a kis pöndő csoport. A Bökönyi Mulatságba hívó táncokkal október 3-án szerepeltek Szekszárdon a regionális gyermek és ifjúsági néptánc találkozón, ahol arany minősítést szereztek. Gratulálunk nekik! A koreográfiát Németh Csilla és Kirk Zoltán készített. Yeah.
akit választak, szíved szívét kinek adjak. Thank you.
megbízható, alázatos, kiváló, tiszta szívű. Ezeket a jelzőket használhatjuk, ha a Pöntőnek muzsikáló Sára Nagy zenekarról beszélünk. Már jó ideje muzsikálnak az együttesnek, és reméljük, még hosszú ideig tart a kapcsolatunk. A kiváló muzsikusok most egy zenekari számmal örvendeztetnek meg bennünket. A Sára Nagy zenekar kíséri az Ifi Pöntő csoportunk Cicafogott Egered című koreográfiáját. Régi nézőinknek ismerős lehet ez a pálpataki táncokat színpadra állító koreográfia. A régmúltban a lányok és a legények közeledésének a szülők által is elfogadott formája nem volt más, mint a táncmulatság. Lássuk meg, hogy kísérték haza a táncmulatság után dédapáink az általunk kiválasztott leányt. A koreográfiát készítette Németh Csilla és Kéri Zoltán. Sűrű rendet van éten, hogy 9 kislány nem szedi fel a héten. De vágok olyan sűrű rendet van éten, hogy 9 kislány nem szedi fel a héten.
Noé lettem volna, az egész világ tokai volt termett volna. Tiszta bor folyt volna végig a folyókban, még az Isten víz az önnel meg nem köröztölte volna. Egy gyerekek, ha én Noé lettem volna, aranádnál ki nem kötök soha, soha. Vártam volna nap a vizet, föl és szal. Nem még én nékem, egy csak újra, a tiszta bor maradt volna. Az én bárkám még mostan is bálózna, én csak kikihajolnék a tengerrel. Ej, gyerekek, az Úristen miért nem talált egy ilyen bellem? Thank you.
Állam csak foszépáj, mint szép a sorba, és kezdődjük a játék! Gyerünk, várjuk, mindig rám csak kell várni, hát ti már ráncolnánk! Na, fuss ide, Kati! Nézz oda, hozzam meg egy kisebb húzat! Elállom a többi hóját! Állunk vissza! Gyerünk! Kezdődjük a hányat! Fuss ide felé! Fordul kicsi szék! Nem fordulok! Meddi! Kendi! Kendi! Mit látsz? Csókot! Csókot! Kitől? Diától! Diától! Ez az én páromtól, ki mástól? Na fordul kicsi szék! Fordul kicsi szék! Nem fordulok! Meddi! Kendi! Kendi! Mit látsz? Csókot! Ez is csókot! Kitől? Szabitól! Szabitól! Óvatosan bánj vele! Fordul kicsi szék! Na ülj le! Hát legyen es! A lány van, maradjon hely! Fordulj kicsi szék! Nem fordul! Meddig! Mondjuk eddig! Mondjuk eddig! Mit vársz? Csókot! Ez is csókot, nem igaz? Kitől? Sárikon! Sárikon! Sárikon, de szép vagy! Bolond változtál? Na ülj le! Hát legyen es! Fordulj kicsi szék! Hó! Thank you.
műsorunkat a Nagy Böndöly zárja. Az Erdély szívében található mezőség néhány táncát már bemutattuk önöknek. Tavaly a koreográfia készítők Potpác Zoltán és Kirk Zoltán, Potpác Beáta és Kirk Zoltán, szóval a régi vágyuk teljesült, amikor fekete alak táncaival ismertették meg a táncosokat. Ez a vidék a Ez a vidék a legarcheikusabb jegyeket őrzi, mind a táncban, mind pedig a zenéjében. A csoportot elvarázsolta a zene és a tánc sodró lendülete, egyedisége. Bízunk benne, hogy önök is velünk perdülnek, fordulnak, és a végén közösen zeng majd bennünk a lélek. Hogy a színpadon táncolók zengő lelke szépen szólaljon meg, Pap Cecília népi énektanár segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Fekete bárány, s a kökény
úgy mennék el a bálba, a leányok udvarába. Együttes műsorát láthatták. A ma estén a talpon valót a Sára Rend zenekar biztosította. A táncosoknak az éneket tanított a pap Cecília. Tanították Németh Csilla, Potpác Beáta, Ignác Krisztián, és Kirk Zoltán. Böndöly viseleteit készítették, karbantartották Rimóci Hajnalka, Budaházini László Zsuzsanna és a Pécsi Tankerületi Központnak köszönhetően Hegedűsné Drimba Melinda és Orsos Zsuzsanna. Köszönjük a sok segítséget Potpác Zoltánnénak, Magdi néninek. Hölgyeim és uraim, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélve, hogy a következő bemutatón is találkozunk. Búcsúzik Önöktől a Böndöly Néptánc Együttes. Viszontlátásra!